A 7 új fertőzött közül Nizsben 4 beteget ápolnak, akik karanténban vannak. Mindannyiuk állapota stabil, nincsenek életveszélyben. Újvidéken a Vajdasági Klinikai Központban 2 fertőzöttet kezelnek. Dr. Goran Stevanović, a Szerbiai Klinikai Központ fertőző osztályának vezetője, a szerbiai közmédiának adott nyilatkozatában elmondta, a 7 új beteg közül 5-en egy összejövetelen, tehát ugyanott fertőződtek meg, egyikük állapota súlyos. Smo nažalost očekivali i uopšte neće biti iznenađenje da u narednom vremenskom periodu imamo veći broj obolelih, uglavnom praktično kažem iz tog jednog izvora. Imamo još ovih nekoliko slučajeva koji su sporadični, ali kažem glavni problem u ovom trenutku jeste u suštini, nažalost to opet moram da kažem, većina našeg građanstva je vrlo odgovorna, vrlo ozbiljno to prihvata, ali evo, desilo se da se organizuje jedan skup na kome je veći broj ljudi, gde je jedna jedina osoba bila, koliko sad znamo, inicijalno zaražena i u suštini imamo veliki broj obolelih u ovom trenutku. Stevanović hozzátette, amennyiben valaki a légúti megbetegedésre utaló tüneteket tapasztal és fertőzött területen tartózkodott, hívja fel azon telefonszámok egyikét, amelyek az Egészségügyi Minisztérium honlapján vannak. Ismételten felszólított minden szerb állampolgárt, akik a koronavírus gócpontjaiban jártak, Kínában, Olaszországban, Iránban, Dél-Koreában vagy Svájcban, maradjanak otthoni karanténban. Dr. Predrag Kohn epidemiológus szerint Szerbia felkészülten várta a koronavírus megjelenését. Egyúttal arra figyelmeztetett, hogy nem szabad megtörténnie egy olyan méretű járványnak, mint Olaszországban, ahol az egész országot fertőzötté nyilvánították. Imamo kapaciteta, posebno preventívnych i epidemiológskych kapaciteta za to, da reagujemo pravovremeno sa pravovremenim merama i one će doći na dnevni red. Kohn szerint a húsvéti időszakban számíthatunk a fertőzés esetleges nagyobb hullámára, amikor sok külföldön dolgozó szerbiai polgár jön haza az ünnepekre. Addig viszont még van idő, hogy jól megszervezzék a helyzet megfigyelését, és megpróbálják megakadályozni a járvány kialakulását.